Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. június 3-án hétfőn. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Varázsparaván bábcsoport. Fazekas Triennálé. Május 26-án a gyermeknapi programok közt a mezőtúri Varázsparaván bábcsoport is színpadra lépett két színdarabbal. A csoportról, az előadásról Szújó Tünde vezető nyilatkozott. A mai napon itt a gyermeknapi kavalkád közepén nemrégiben a Varázsparaván bábcsoport lépett színpadra. Mi tudhatunk az előadásról, mivel készültetek a gyermekeknek? Az előadás, most két előadással készültünk, de igazából összesen hárommal, ugye amin az Operenciás Bábfesztiválon adtunk elő, de most a kicsik nem tudtak eljönni, így a két nagy csoportunkkal léptünk föl. Az egyik a Büszke Tölgy, Fésűs Éva a Büszke Tölgy, a másik pedig Mester Györgyi a Pillangófa című kis színházas darabunkkal készültünk. Mi tudhatunk a bábcsoportról? A bábcsoportunk most egész szép nagy létszámmal jött össze, 16-an vagyunk, ebből van 5 fő kis óvodásunk, a többiek mind iskolások. Nagyon szépen szerepeltek az Operenciás Bábfesztiválon is, már volt vendégmeghívásunk is Túrkevén a Bagoly Fesztiválon, úgyhogy most már igazi rutinos fellépők lesznek. Mennyire élvezik így a gyerekek is az előadást, akik előadják, illetve a nézők mennyire élvezik? Hát ugye arra törekszünk a kolléganőmmel, akivel együtt csináljuk a bábszakkört, hogy örömüket lejjék a gyerekek a játékban. Ugye ezek nem kötelező dolgok, ha ők szeretnének járni a bábszakkörre, akkor várunk mindenkit szeretettel. És általában úgy szokott lenni a meseválasztás is, hogy ők választják ki a meséket, hogy mit szeretnének eljátszani, és hogy milyen szerepbe szeretnének belebújni. És mindig azt szoktuk nekik mondani, hogy a játék a lényeg. Az a lényeg, hogy érezzék jól magukat a színpadon, meg a szerepbe, és azt gondolom, ez átjön a színpadi játékukon is, és így a közönség is jól érzi magát. Ugye ez a bábcsoport itt mezőtúron működik, ha valaki kedvet kap és szeretne jelentkezni, hogyan teheti meg? A helyi gyerekkönyvtár működik már 12 éve, és be kell jönni akkor a könyvtáros hölgyekhez, és náluk lehet jelentkezni. Ősszel, szeptember-októberben van a jelentkezés. Az idei évben került megrendezésre a 16. Alföldi Fazekas Triennálé, melynek eredményhirdetésére mezőtúron került sor, amelyen az ország minden részéről érkeztek be pályamunkák. Az eseményről Gonda István, Farkas Gábor fazekas mesterek, Patkós Erika, Biharinné Zoltán MSF fazekasok és Bihari Kamilla formatervező mérnök nyilatkozott. A Hagyományok Háza, a Túri Fazekas Múzeum és a Mezőtúri Közművelődés és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2024-ben is meghirdette a 16. Alföldi Fazekas Triennálét az Én Remeklésem pályázati címmel. A pályamunkák leadásakor a mestereknek jelölniük kellett a néprajzi vonatkozásokat is. Az ország minden részéről érkeztek munkák, összesen 26 pályázó több mint 100 darab kerámiát küldött be. A zsűri által kiválasztott alkotásokból a Városi Galériában május 25-én rendezték meg az eredményhirdetéssel egybekötött kiállítás megnyitót. A tájlat június 25-ig mezőtúron, majd Szolnokon lesz látható. A mezőtúri fazekasok is remekeltek. Ezen kívül két mezőtúri vállalkozás, az Agrohit Kft. És a Túri Kamra is ajánlott fel díjakat, amelyeket vidéki mestereknek ítéltek oda. A megnyitó napján a 16. Alföldi Fazekas Triennálé nagydíjasával, Farkas Gáborral és nem utolsó sorban a mezőtúri pályázókkal álltunk meg egy szóra. Érdekes gondolatot mondott el a 16. Alföldi Fazekas Triennálé megnyitó beszédében professzor dr. Latorcai János, az országgyűlés alelnöke, hogy az ő parlament irodájában Gonda István kerámiák is vannak Szinyei Mársa Pál festményei között, többek között. Milyen érzés, hogy egy ilyen helyen is megtalálhatók, és ennyi helyen a világban a Gonda István kerámiák? Azt én tudtam, hogy
Latornacai Jánosnak visznek innen mezőtúrról néhány alkalommal. Jöttek hozzám, és akkor vásároltak, de azt nem tudtam, hogy ilyen sok minden fűzi mezőtúrhoz. Azt se tudtam, hogy ide járt a fiú gimnáziumban annak idején, de nagyon örülök, hogy parlamentbe most is bekerült néhány alkotásom. Nemrégiben Kalocsán is nyílt egy önálló kiállítás a Gonda István műveiből. Milyen volt ez az élmény is, és milyen most itt az Alföldi Fazekas Triennálén részt venni? Rendkívül örültem, nagyon sokan megjelentek ott az alkotóházba, a kiállításon a Kalocsán. Körülbelül 80-an lehettünk, és az még nyitva lesz június 16-áig, utána csomagoljuk, hozzuk. Azok az alkotások kerültek, 50-60 darab, amit két évvel ezelőtt itt is bemutattam, de néhány új darabot is csináltam. Mondjuk a két évvel előtti az 250 darab volt, annak 50 darabja körülbelül ott látható. És amik itt az Alföldi Fazekas Triennálére készültek, ezek a tárgyak, róluk mit kell tudni? Hát ez a szöveges részbe leírtam, hogy tulajdonképpen a rátétes kerámia nekem a Szombathelyi Múzeumban található 1680-ban készült kancsó alapján készült. Annak idején még a 70-es években csináltam. Már nem másolatokat, csak ihletést adott az a egy darab korcsó. És azóta csinálok én különböző rátéteket, nagyon-nagyon sok tárgyra. Tőlem szinte már egy sima falu edényt jóformán a boltokba se fogadnak el, mert azt tudják, hogy ez az én stílusom, és ezt nagyon szeretem csinálni, de rendkívül aprólékos, logikai sorrendbe fölépített bármilyen fönnálló edényről vagy tárról legyen szó. Ezek az itt lévő fali tányérok mennyi idő alatt készültek el? Hát a korongozása természetesen az nagyon rövid idő, egy 5-6-10 perc, de az, hogy készen legyen, olyan 8-10 óra van csak egyetlen egy darabon. A rátéteket a logikai sorrendbe fölteszem, és akkor azokat nem is egyszerre, hanem a szélétől kezdve a közepére ecsettel adom föl rá a festéket, és utána úgy részenként, akár 1-2 deciméterenként rárakom a rátéteket, és így elkészül 8-10 óra alatt. És mi a benyomás a Triennáli többi munkájáról? Nagyon szépek, újdonság, főleg ez a rádióval egybekötött cserép, az nagyon-nagyon érdekes. El se tudtam volna képzelni még, hogy most már ilyet is lehet csinálni. Igen, ez a 21. századnak a vívmánya, azt hiszem, cseréppel kombinálni ezt a hangot. És amúgy nagyon szép. A régi fazekasok, úgy mondom, hogy régi, akiket már nagyon régen ismerek, még most is fiatalok, és itt mezőtúron nagyon sokan dolgoznak, aktívak, de az ország minden részéből nagyon szép kerámiákat hoztak. A Hagyományok Háza nagydíjat mivel lehetett elnyerni 2024-ben? Én csináltam egy streamert, meg egy erősítővel összekötött hangfalat is, meg egy ilyen szabad tűzön használható edényeket. Annyi különbséggel, hogy ebben nem alatta tüzelek az edények alatt, hanem a belsejében gyújtok tüzet az edény belsejében, és azért teljesen másképp működik az egész, tehát koncentrikusan jeleni meg a hőt, és sokkal hasznosabban lehet kihasználni a fában rejlő energiát. Minél kevesebb fával, minél több energiát kinyerve lehessen főzni, tehát takarékosan igazából. A másik egy asztalnyi tűzhely, ami szintén főzésre alkalmas, annyi különbsége, hogy abban nem fát teszünk, hanem faszenet, és az asztalon lehet főzni. És mennyi tervezés előzte meg ezt a kollekciót, amit itt láthatunk? Szerintem 30 év. Pontosabban fogalmazva maga a pályázat, ami megjelent, a kiírás megjelent, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mivel tudnám ezen a pályázaton részt venni. Tehát mi jellemző rám? Tehát én az én stílusom és az én ászpolitikám, hogy a főzés, a zenehallgatás, én imádok zenét hallgatni, ez a hobbim, más ugye
mondjuk horgászni jár, én zenét hallgatok. És ha már zenét hallgat, akkor miért ne lehetne kerámiából megcsinálni a berendezést? Tehát, hogy erre talán nem igen volt példa eddig. És már voltak kísérletek, de én mindig arra törekedtem most ennél a pályázatnál, hogy minél kisebbre zsugorítsam össze, mert már készítettem mankalat, csak ennél jóval nagyobbak voltak. És egy kisebb hálószobában hogyan lehet elhelyezni, és hogyan lehet a népművészetet belecsempészni a mai kornak és a modern technikának kötösen, tehát együtt. Az hogyan jelenne meg egy hálószobában mondjuk, vagy egy kisebb nappaliban. Hogy tűnik, hogy lesz-e erre vásárlóigény? Tehát lesz-e olyan, aki pontosan ilyet rendel majd? És mennyi idő ennek az elkészítése? Hát erre nem tudok választani még. Hát ezzel rengeteg munka volt vele. Az, hogy ez most hogyan lehetne sokszorosítani, vagy sorodba gyártani, ezt nem tudom. Tehát ez nagyon egyedi és kézi munka. Ha azt mondom, hogy maga a erősítő része és a média központ együtt kétetes munka volt, mire elkészült, és még plusz a hangfalak, plusz a sütőberendezések. Tehát ez rengeteg időt vesz igénybe, hogy erre ezt hogyan lehet egyszerűsíteni, és termelésbe vinni, ezt az egyelőre még nem tudom. És ki volt ez a mester, akinek először megmutattad a kollekciót, vagy elárultad ezt a tervet? Hát igazából én a kerítésre hoztam ide, és öt olyan mesterrel kezei közé kerültek, amik ugye a kiállítás mennyitón elhangzottak, ők látták először. De az igazság az, hogy ez hogyan szól, azt még én is csak most tudom meg, mert ez az utolsó pillanatban lett kész. Tehát igazából csak reménykedtem abban, hogy minden rendben lesz, de ugye ez igazából hogyan fog szólni, azok csak most jönnek a tesztek. De ez akár egy évet, vagy két évet is igénybe fog venni, hiszen kábelcserék, különböző olyan kellékek, amikről ugye sokan nem tudnak, azok csak ezután jönnek. Tehát az előző rendszernél is ott a hangkártyát kellett cserélnem egy még fejlettebbre, még szebben, tehát high-end kategóriába kellett, tehát azon a környéken kellett mozogjak, hogy minél szebben szóljon valami, tehát hogy minél életűben legyen egy hegedű, vagy egy zongorajáték, mint Liszt Ferenctől, az, hogy ott lenne előttünk, és ott zongorázna. Tehát egy zenehallgató, szerető embernek az a célja, egy hifistának igazából, hogy ne csak elképzelje, hogy mi lenne, ha előttem zenélne az a művész, hanem legyen ott, élőbe, holott ugye virtuálisan. És tehát ez még csak most jön. Hogyan készültél a 16. Alföldi Fazekas Triennálére, és milyen tárgyakat hoztál? A kiírásnak megfelelően igyekeztem mezőtúri vonatkozásút és ami rám jellemző olyan edényeket elkészíteni, és a díszítést is a szívemhez közel álló mezőtúri fekete díszítéssel próbáltam még fokozottabbá tenni, és a mindennapi használatra törekszem, tehát hogy ne portfogó legyen, hanem igenis használjuk, vegyük elő, főzzünk benne. Ez például egy kenyérsütő. Én megszállottan kovászolok, és kenyeret lehet benne sütni a legegyszerűbb sütőkben például. És utána meg az elfogyasztásra az elkészült ételeket mindig más egy ilyen edényből enni, mint egy egyszerűbb. Nyilván nem feltétlen egyszerű, de egy hagyományos edényből. Hogy látod, mennyire van igény napjainkban, hogy a lakáskultúrának része legyen az ilyen típusú étkészlet? Nagyon-nagyon örülök, hogy egyre nagyobb az igény rá. Nagyon sokan szeretik, és nem csak az ünnepekkor, hanem a mindennapokban is nagyon szeretik használni. Tehát társunk manapság ez már, én úgy gondolom. És hogy látod, hogy mennyire van jövője ennek a mesterségnek, mennyire vagy tele munkával? Hát nem panaszkodom, azt mondhatom, hogy be vagyok táblázva, emellett nagyon sok kisgyereket érdekel. Nagyon-nagyon szeretik, és járnak is hozzám foglalkozásokra. Úgyhogy remélem, hogy az utánpótlás majd egyszer csak kikerül közülük. Hogyan készültetek a 16. Alföldi Fazekas Triennálére? Más készítettek-e, mint egyébként szoktatok
a hétköznapi munka során a műhelyben? Én a saját mindennapi munkáimhoz nagyon közeli tárgyakkal készültem, de attól eltérő, mint amiket szoktam, de kifejezetten a pályázat kiírásának megfelelő munkákkal igyekeztem készülni. Anyukám? Hát nekem fejben már megvolt, én is a szokásos dolgaimat készítettem, de az utolsó pillanatban lett kész. Milyen hatással vagytok egymásra? Oda-vissza is működik, vagy csak a anya-lánya részéről? Vagy ez már egészen kölcsönös lett? Hát külön-külön dolgozunk, de azért buzdítjuk egymást, inkább úgy mondanám, mert mindketten egy kicsit visszafogottak vagyunk, és kell a támogatás, ugye? Igen, igen, igen. Én is csak ezt tudom mondani, amit Kamilla, hogy... Támogat. Hát igen, ennyi. De formavilágban van olyan, ami nagyon hasonlít? Az teljesen különböző, tehát anyukám inkább ilyen hagyományos vonalat képvisel, én inkább a mai dolgokra koncentrálok, és akkor inkább ez ilyen lelki támogatás, amit egymásnak nyújtunk, nem? Meg hát én szakmailag, ugye én anyukámtól nagyon sok mindent tanultam, tehát inkább én tőle tanulok sokat. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!